több mint barátság fűzte a 2007-ben meggyilkolt Balla Irmát ahhoz a férfihoz, akivel együtt dolgoztak a Fideszben. A halála előtti héten Balla Irma azt mondta egyik barátjának, a férfi nős, a felesége pedig elmebajosan féltékeny, rendszeresen fenyegette, zaklatta őt. A tanú szerint nem a titokzatos barát felesége volt az egyetlen nő, aki fenyegette Balla Irmát, hanem apjának az élettársa is. Utóbbi több esetben nyilvánosan is megfenyegette Ballát, mondván, vannak kapcsolatai és elintézi, hogy Irma ne legyen láb alatt. Magyar György ügyvéd a vendégünk, jó estét kívánok! Kedi csókorom, jó estét kívánok! Több minden történt, hiszen majdnem naponta vannak tárgyalások, de legalábbis a hírek naponta szólnak, hogy mi történt most, mi várható majd a következő tárgyaláson. Mi ez a titkos barát szál, ez hogy került egyáltalán, ki hozta be egyáltalán ezt a szálat? Hát nem olyan új ez, legfeljebb csak azoknak, akik nem annyira követik nyomban az eseményeket. Még annak idején, amikor történt ez a szörnyűség, közel 5 éve már, húsvétkor lesz 5 éve, hogy Balla Irmát holtan találták lakásában, akkor valóban a rendőrség nyomozni kezdett, és 8 verziót építettek fel, ami kriminál-technikai szempontból egészen életszerű, és közben fölmerült az, hogy esetleg voltak-e kapcsolatai, és akkor a kapcsolatokkal összefüggésben megpróbálták kizárni az egyéb lehetőséget. Hát így szokták kizárni Dián Lajos esetét is, ugye, akiről tudjuk, hogy a szomszédban szokott dolgozni, és akkor kizártak egyéb lehetőséget, hogy a családból származhat, valami Fideszen belüli ellenérdékről is szó esett, meg ezek voltak ilyen verziók, hogy így mondjam, és aztán egy év körbefutás után a nyomozó hatóságnak sikerült visszaérkeznie Balla Irma fiához, Sándorhoz, és akkor őt meggyanúsították. Hát ez a szerelmi szál, ez nem volt felépítve, csak úgy egy picit úgy meg volt szellőztetve. Na de most, persze ön 5 éve benne van az ügyben, mi tegnap előtt hallhattunk erről, vagy lehet, hogy már 5 évvel ezelőtt is hallhattunk egy részletet, de annyira nem ragadt meg a fejünkbe, hogy Balla Irma egy barátnőjének mesélte azt, hogy van valami titkos kapcsolat a barátja, de hát titkos, mert a férfinak felesége van, az féltékeny, az zaklatja. Nagyon feltetszett készülni ebből a tényállási részből. Abszolút. Valóban ez hangzott el a tanú szájából. És akkor ezt a tanút, ezt önök találták nem, most? Nem. Ő korábban kihallgatott tanú volt, csak az volt az egész érdekes, hogy nyomozás során ő mondta ezt, csak a nyomozóhatóságot nem érdekelte. És amikor a megismételt eljárást megelőző előző eljárásban, ugye, mert Sándort már egyszer elítélte, igen, ugyanez a bíróság, és börtönbe is zárta, majd másodfok kirengette, és új eljárás rendelt el, már ez a tanú, ugyanez a tanú, ugyanezzel a szerelmi szállal már előállt a bíróság előtt. És ez a férfi, ez a titokzatos férfi, hogy egy fideszes képviselő társa volt Balla Irmának. Ezt mondják, de nem lelték. Pedig voltak rá egyéb tanúk is, például szomszédasszony mondta, hogy titkos szürke autót sokszor látott a környéken. Na most ezt nem sikerült földeríteni, tehát én ennek nagy jelentőséget nem tulajdonítok, de levonható belőle egy fontos következtetés, nevezetesen az, hogy a nyomozati munka csapnivaló volt ebben az ügyben, mert ez a 7-8 verzió nem lett ledugózva, tehát nem lett végigfutva. És miután eredménytelenek voltak ezek az esélyek, így került vissza megint a történet Sándorhoz, akivel kapcsolatosan határozottan jelentem ki, hogy a világon semmi bizonyíték nincs, hogy ő lenne az elkövető, de hát, mint tudjuk, Debrecenben nem maradhat gyilkosság gyilkos nélkül. Sehol nem maradjon gyilkosság gyilkos nélkül. De legyen igazi gyilkos, vagy legyen elkövető. Ez így igaz, ezt akartam mondani a mondat végére, bocsánat, vagy így akartam befejezni. A mai tárgyalási nappal kapcsolatban meg azt olvastam, hogy bár láttuk a felvételeken, hogy Balla Irma fia nem egy, hát nem egy ilyen, hogy is mondjam, hirtelen természetű ember, tehát hogy kimondottan nyugodtan viselte az elmúlt 5 év procedúráit, legalábbis a képek alapján, de hogy ma már azt mondta, hogy ebből elege van. Hogy egyáltalán szóba, hogy a halott édesanyja hányszor mosakodott egy héten, vagy mi ez? Hogy került szóba a vád részéről? Igen, ez elég kínos, megmondom őszintén, elég kínos volt. Vannak kínos részei, gondolom, egy ilyen tárgyalásnak, csak ennek mi volt a de jelentősége? De szerintem ez még unfair is volt, és gusztustalan is volt, és tisztességtelen is volt, és kegyeletsértő is volt, és indokolatlan is volt, ha szabad véleményeznem az ügyési álláspontot. Sándor valóban nem az, aki kardot csörget és állandóan vívni szokott,
ha égetik a talpát, akkor sem szokott ordítani. Tényleg egy ilyen nagyon nyugodt fiatalember. Annak idején, amikor ez a nyomozás elkezdődött, és én Debrecenben lementem megnézni a nyomozati anyagot, az ezredessel, akivel beszéltem, mint a nyomozás vezetőivel, hogy miért tetszenek azt gondolni, hogy pont ez a fiatalember volt édesanyja gyilkosa. Azt az egész egyszerű választ kaptam a nyomozás vezetőjétől, a fiatalember túl nyugodt. Tehát a túl nyugodtságtól... Ezért vagyunk egy páran, akik nyugodtak vagyunk, mégsem. Vált gyanússá. Na most ez a fiatalember ma tényleg kifakadt, mert az ügyészség megítélésem szerint tényleg eléggé durva módon, mint legfontosabb kérdést, mindent megelőzően, amikor 8 szakértő állt a bejárat előtt, hogy elmondanák a véleményét, hogy mi történetet azon az éjszakán, mi lehetett az elkövetés ideje, mi lehetett az elkövetés eszköze. Tehát voltak az itt tárgyilag lényeges kérdések, akkor ezzel az alapkérdéssel indított. Mondja kérem, édesanyja egy héten hányszor zuhanyozott? Ez volt az első kérdés az ügyészség képviselőjének. Hogy kapcsolódott ez az ügyhöz? Tehát, hogy az ügyészség miért vélelmezte azt, hogy ennek van jelentősége az ügyel? Az ügyész fejével nem szívesen gondolkozom, de csak mi derült ki? Én azt gondolom, semmi nem derült ki, mert utána Sándor úgy, ahogy jól emlékszik, vagy jól olvasta, azt mondott, hogy na hát ebből elég volt. Tehát amikor az ügyész már a harmadik kérdése után azt kérdezte, és anyukának milyen bugyogói voltak, és ezek, esküszöm, és milyen színűek voltak ezek a bugyik, akkor mondta azt a fiatalember, hogy ő ezt még életében nem figyelte. Azt sem nézte. Esküszöm, ez történt. De nem derült ki, hogy ezt miért kérdezett? Valami célja csak volt az ügyésznek, hogy miért csak kérdezett. Csak találgathatunk, így akarja az ügyészség ellehetetleníteni Sándornak azt az előadását, ami egyébként teljesen életszerű, hogy ők együtt mosták a ruháikat, együtt teregettek, amikor otthon volt Debrecenben, ugyanis itt vannak bizonyos szálkeveredések, ugye, hogy ruháról ruhára átszállnak különböző. Ja, így akkor már értem az ügyészséget. Tehát van benne logika, de ettől még a dolog unfair, és ettől még Sándor nyugodtan mondhatta, hogy köszönöm az ügyésznő kérdését, és most már nem szeretnék ezekre válaszolni, és a bíróság nagyon helyesen azt mondta, hogy ehhez joga van. Én meg hozzáteszem, a vádlottnak is van személyiségi joga, a vádlottnak is van tisztessége és kegyeleti jogérzése. Különösen annak, aki ártatlan. Folytatás mikor? Most kedden. Hát úgy van, hogy tetszik mondani, szinte minden másnap Debrecenbe megyünk, közel van, szép város, de én azt hiszem eléggé utálatos, hogy 5 év után még mindig ott tartunk, és egy helyben járunk körbe, ahol tartottunk ezelőtt, és el kellett tenni egy egész esztendőnek ahhoz, hogy ezt a fiatalembert egyáltalán meggyanúsították. Most jön majd kedden az a szakértő, aki például megpróbál választ adni arra a híres történésre, a Pajszeren túl, igen, mert az egy érdekes elem, hogy tud Balla Irma mobiltelefonja sétálni, kezdeni. Ja, igen, amiről múltkor már beszélt. Szoktunk erről beszélni, hogy 10 óra után hogy indul el Debrecen északról, Debrecen nyugatra, és ezt hogy tudja megtenni anélkül, hogy valaki jött vinni, és Sándor ez alatt 30 kilométerrel arrébb. Odébb van, tehát nem ő viszi a telefont. Szóval ezek az érdekességek fognak újra fölmerülni. A bíróság egyébként teljesen tisztességesen a megismételt eljárásban mindenre figyelemmel van, és én bízom abban, hogy a végeredmény kedvező lesz. Addig még lesz egy pár tárgyalás. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Köszönöm a lehetőséget.